Szép jó napot kívánok! Köszöntöm megtisztelő figyelmüket! Megint az egészségünkről lesz szó, természetes, hiszen ez a legfontosabb. Egy mangós, sárgadinnyés koktélt fogunk készíteni. És milyen egyszerű ez, mire felocsúdunk, már kész is. No, a mangót, a megtisztított sárgadinnyét beletesszük egy turmix képbe, akkor így a mangót szépen levágjuk, így. Fűszerezés az nagyon fontos, a magját ne tegyük bele azért, a fűszerezés az nagyon fontos, mert teszünk bele egy kis szerecsendiót, teszünk bele egy kis őrölt fehérborsot, és bazsalikomot, friss bazsalikomot. No, amikor ez így mind megvan, akkor bele a turmixba, sárga dinnye, héj nélkül, mag nélkül, igen. Ezt is hozzáteszük, és nagyon célszerű, nagyon fontos, hogyha a bazsalikomot megvágjuk már előre, ne felejtsük el megmosni, utána összevágni. Egy kis fehér bors, ne túl sokat, csak ízesítjük vele, egy kis őrölt szerecsendió, ez is megvan, és akkor jöhet már is a turmixolás. Ez se perszalát kész. Ezzel is megvolnénk. Ehhez most teszünk egy kis narancslevet, és narancslé. Teszünk hozzá egy kis aloe zselét, ez természetes gyümölcs, természetes lé, ebből fél deci elég egy napra, sporoljunk vele. Ezt beletesszük, és akkor jöhet újból a turmix. És ha még tovább szeretnénk topzódni, akkor van egy ilyen fab ital, ami tele van természetes anyagokkal, gyümölcsel, cukor nincs benne, egészséges, korszerű, modern. Ezzel is alakíthatjuk az állományát. Ezt hozzátesszük, és már kész is vagyunk. Ugye milyen egyszerű és nagyszerű? De ha ez nincs otthon, akkor se essenek pánikba. Ez így megvan, és ezután már nincs más hátra, mint poharakba tenni, jéghidegen, és ha van jég, akkor jeget beletenni, ha van jég, akkor erre rátöltjük. És ha már elkészültünk, és itt van a stáb is, akkor elosszuk testvériesen. Sárgadinnyés, mangós koktél. Kedves egészségükre! Legyen szép a napjuk!